Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Tankötelezettség. A halasztást január 18-áig kell kérelmezni az oktatási hivatalnál. Állásbőrze. A rendőrségi igazgatási központban február 9-én az egyéni tájékoztatás adás mellett az egyes munkaköröket betöltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők. Állatorvosi tanácsok. Mire figyeljünk a hideg időben? A tankötelezettség megkezdésének halasztását január 18-áig kell kérelmezni az oktatási hivatalnál. Ez azokat a gyermekeket érinti, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket, de még nem elég érettek ahhoz, hogy idén szeptemberben elkezdjék az iskolát. A szülők indokolt esetben kérelmezhetik a gyermek óvodában maradását. A kisgyerekek fejlettségének megállapításában az óvodapedagógusok, illetve szakorvosok is segíthetnek. Január 18-a a határideje a tankötelezettség halasztási kérelmek leadásának. A szülőknek az oktatási hivatalnál kell kérelmezniük, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A 6. életév betöltése után a szülők kizárólag egy nevelési évre és csak egy alkalommal kérelmezhetik a halasztást. Amennyiben a kisgyermek a 7. életévét is betölti augusztus 31-ig, úgy szeptember 1-én köteles megkezdeni tankötelezettsége teljesítését. 2020. január 1-től változott a rendelkezés és a törvény arra vonatkozóan, hogy mi a menete a beiskolázásnak. 2020 előtt egyszerűbb volt a helyzet, mert hogyha az óvónénik és a szülők úgy látták a gyermek fejlődési ütemét, hogy még szüksége van egy év óvodai nevelésre, akkor közös döntés alapján a gyermek maradhatott óvodában. 2020-tól történt az a változás, hogy abban az esetben, hogyha a gyermeknek a fejlődése nem jutott még el oda, hogy biztonsággal el tudjuk engedni, és nyugodtan el tudjuk engedni iskolába a gyermeket, akkor a szülőknek az oktatási hivatal felé kell benyújtaniuk egy kérelmet. Már ősszel a szülő értekezleten tájékoztatjuk azokat a szülőket, akik érintettek ebben a dologban, hiszen minden év augusztus 31-ig az a kisgyermek, aki betölti a 6. életévét, vagy tankötelessé válik. Az előzetes tájékoztatás után őszi időszakban, általában november környékén az oktatási hivatal kiküldi a konkrét tájékoztatást az intézményeknek, az erre vonatkozó feladatokat illetően is azt az internetes felületet, elérhetőséget, ahol majd a szülőknek ezt a kérelmet be kell nyújtaniuk. A szülők postai úton és online is leadhatják a tankötelezettség halasztási kérelmet. Az oktatási hivatal kérelembenyújtó online felülete január 1-től elérhető. A szülői indoklás mellett óvodapedagógusi véleményt, a gyermek egyéni fejlődési naplójának másolatát, valamint szakorvosi papírt is lehet csatolni a kérelem mellé. Abban tudunk segíteni a szülőknek, hogy a gyermekekről minden esetben készítünk egy óvodapedagógusi véleményt, és abban már az óvoda részéről az oktatási hivatal lát egy állásfoglalás, hogy mi hogy gondoljuk a gyermek esetében a szeptemberi iskolakezdést, valamint átadjuk a szülőknek, minden gyermeknek van egy egyéni fejlődési naplója, amit fél évente vezetünk, és minden fejlődési területet érint. Ez a fejlődési napló, és ennek a másolatát a szülőknek odaadjuk. Ez is egy plusz adat arról, hogy a gyermeknek a 3 év alatt hogyan történt a fejlődése, és miért is gondoljuk azt, hogy esetleg nem kéne még iskolát kezdenie szeptemberben. Hogyha valamelyik szülő kéri azt, hogy esetleg magát a szülői kérelmnek a megfogalmazásában segítsünk, vagy mégis mi a javaslatunk, hogy milyen indokokat írjanak bele ebbe a kérelembe, ebben is tudunk segíteni, de volt már arra is példa, hogy az internetes felületen segítettük a szülőt abban, hogy ezt a kérelmet el tudja küldeni az oktatási hivatal felé. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága január 18. napjáig szakértői véleményében javasolja, hogy a gyerkőc további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség, esetükben elegendő az óvodának bemutatni a papírt. Amennyiben a szakértői vélemény kiállítása nem történik meg eddig az időpontig,
akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-áig. Ez ritkább esetben fordul elő, de olyan lehetőség is van, hogy a szülő abban az esetben is fordulhat kérelemmel az oktatási hivatal felé, hogyha a gyermek 6 éves korra előtt szeretné, hogy megkezdje az iskolát, akkor ugyanígy az oktatási hivatal felé kell egy kérelmet benyújtani arra vonatkozóan, hogy szeretné, hogyha a gyermeke szeptember 1-től megkezdhetné az iskolás éveit. Általában ez azokban az esetekben fordul elő, hogyha az augusztus 31 után pár nappal született gyerekek esetében van, akik tényleg valóban 6 éves korukra nagyon éretten és magabiztosan el tudják kezdeni az iskolás éveiket, de ez a ritkább eset, de fontos tudni, hogy erre is van lehetősége a szülőknek. Most Szentendrén körülbelül hány olyan gyerkőc van? Szentendrén most 263 olyan kisgyermekünk van, aki tanköteles korú. Ebből 23 kisgyermek van, akinek már van előzetesen szakértői vélemény arról, hogy maradjon még egy évet óvodába. 55 olyan kisgyermek van, akinek a szülei az oktatási hivatal felé benyújtottak, vagy benyújtanak még a mai napon kérelmet, és 2 olyan kisgyermek van, akinek a szülei azért fordulnak az oktatási hivatal felé, mert szeretnék, hogy még 6 éves kor betöltése előtt megkezdhesse szeptemberben az iskolát a kisgyermek. Azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket, az adott évben már tankötelessé válnak. Egy tanköteles korú gyermek azonban még nem feltétlenül iskola érett. Hodoli Tünde, a Szentendrei Óvoda Központ intézményvezető helyettese elmondta, hogy folyamatosan tájékoztatják a szülőket a gyerekek fejlődéséről. Az iskola érettségnek vannak a testi fejlődésre vonatkozó kritériumai, valamint a lelki és az értelmi képességekre vonatkozó kritériumok. A testi kritériumoknál azt fontos tudni, hogy az a kisgyermek, akinek a mozgása rendezett, akinek már a testalkatában eltűnt a babaforma, magabiztosa a mozgása, elindult a fogváltás folyamata, valamint azt látjuk, hogy fizikai állapotában terhelhetővé válik, tehát már alkalmassá válik arra, hogy majd szeptemberben a saját felszerelését elbírja. Kialakult nála a dominancia, ami ugye a jobb és a baloldaliság tekintetében fontos, akkor arra azt mondjuk, hogy testileg ez a kisgyermek iskolai retté vált, de ennél sokkal fontosabb az iskolai érettségnek a lelki fejlődési oldala, valamint a kognitív és az értelmi képességeknek a fejlődése. Hogyha lelki oldalt nézzük, lényeges, hogy milyen a kisgyermeknek a társasokkal való kapcsolata. Képes-e a kisgyerek kapcsolódni a saját korosztályával? Kapcsolódik-e a felnőttekkel, a saját környezetében lévő felnőttekkel? Ezen kívül abban a csoportban, abban a kis közösségben, ahol a mindennapjait tölti, hogyan képes alkalmazkodni? Alkalmazkodik-e egyáltalán az ott kialakult szokásokhoz, szabályokhoz? Be tudja azokat a szabályokat, szokásokat tartani? A téri tájékozódás, a papírlapon való eligazodás és a finom motorikus képességek fejlettsége is rendkívül fontos, hiszen a gyermeknek ezekre szüksége lesz az írás és az olvasás megtanulásához. Megjelennek-e a rajzaiban a formák, az alakok, felismerhetőek azok a dolgok, amit éppen rajzol. Nagyon fontos tényező kritérium az is, hogy képes-e megtanulni verseket, titbiz tudja ezeket jól memorizálni, vissza tudja ezeket adni, képes meghallgatni az életkorához megfelelő terjedelmű meséket, azoknak a cselekményét, a benne lévő történéseket tudja-e követni, esetleg annak a sorrendjét vissza tudja-e mondani, de ugyanígy egy öltözködési folyamatban is nagyon fontos a sorrend. Ezen kívül arra is oda szoktunk figyelni, hogy mennyire van tisztában a gyermek a saját adataival, a rá vonatkozó adatokkal, a nevével, a születési dátumával, a lakhelyével, ugyanígy a családjára vonatkozó alapinformációkkal, adatokkal. Nagyon fontos jelzésértéke van számunkra és a szülők számára is abban, hogy a napközben elhangzott információkat, közléseket hogyan érti meg, hogyan fogadja, vagy éppenséggel fel tudja azokat az információkat dolgozni, tud-e azzal tájékozódni és a nap folyamán ezeket végrehajtani, vagy hogyha megbízzuk egy apró feladattal, vállalja-e, képes-e az adott feladatot esetleg csoportszobán kívül is végrehajtani. Ezek nagyon fontos figyelmeztető jelek és fontos tényezők, de ugyanígy a kudarctűrő képesség, hogy az adott játékhelyzetben
hogyan reagálja le a gyerek a pillanatnyi kudarcot, hogyan éli meg, hogyan dolgozza föl, túl tud-e rajta lépni, vagy pedig még ebben a folyamatban nem tart ott, hogy azt elviselje, és sokkal több segítséget igényel. Az iskola érettség kritériumait minden gyermeknél komplexen vizsgálják, és mindig figyelembe veszik a gyermek egyéni fejlődési ütemét. Általában akkor javasolják, hogy maradjon óvodában a kisgyermek, ha a több területen is segítségre van szüksége. Hodoli Tünde arról is beszámolt, hogy van lehetőség a kis vagy középső csoportot ismételni abban az esetben, ha már korán tudni lehet, hogy a gyermek 4 évet fog eltölteni az óvodában. Ennek az a folyamata, hogy ez az óvodának a belső rendje alapján dől el. Ugye vannak óvodák, ahol vegyes csoportok vannak, ott nem kell csoportot váltani a gyerekeknek, és mindig a tanköteles korú gyerekeket, amikor megnézzük és leülünk a vezetőkkel, óvodapedagógusokkal, hogy ki hol tart, ki az, akit engedhetünk, ki az, aki esetleg kérdőjeles, akkor mindig a létszámadatok döntik el azt, hogy hogyan és tudjuk majd a következő évben a csoportjainkat kialakítani. Próbáljuk úgy megoldani, hogy minél kevesebb sérülés érje a gyermeket, és ugye folyamatosan készítjük fel a gyerekeket arra, hogy ki az, aki elmegy iskolába, ki az, aki nem megy még el iskolába, és nagyon jól fogadják a gyerekek. Valahol belülről ők is érzik, hogy nekik már való az, hogy elmenjenek iskolába, vagy pedig még szükségük van egy kicsit az óvodai életre. Ott szokott ugye az előbb említett kérdésnél felmerülni a csoportváltás lehetősége, ahol esetleg tiszta csoportok vannak. De ez mindig adott évben az adott létszámtól és a csoport kialakításától függ, hogy hogyan is tudjuk ezt megoldani. És mi a gyermeknek a jobb, hogy a kis csoportot járja újra, vagy esetleg a középső csoportot, de inkább a kisebb csoportoknál érdemesebb, mert nagy csoportban már olyan szoros barátságok, kötődések vannak, hogy ez sokkal nehezebb a lelki szempontból, mint hogyha még a fiatalabb korában kerül esetleg újból kis csoportba, vagy esetleg középsőben. A tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó kérelmeket még holnapig, azaz január 18-án éjfélig nyújthatják be a szülők az oktatási hivatal részére ügyfélkapun keresztül, illetve postai úton. A hivatal határozatban közli majd a döntését a szülőkkel. A rendőrségi igazgatási központban 2023. február 9-én 10 és 14 óra között megrendezésre kerülő állásbőrzén az egyéni tájékoztatásadás mellett az egyes munkaköröket betöltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők, de lehetőség lesz a jelentkezéssel kapcsolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is. Az eseményre látogatók megismerkedhetnek a Közép-Magyarországi Régió rendőri szerveinél betölthető egyenruhás és civil munkakörökkel. Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a 10 hónap képzési idejű rendőrjárőr, a szerződéses határvadász, a fegyveres biztonsági őr, az iskolaőr, a határrendész feladatairól, illetve a speciális képzettséget igénylő munkakörökről. A rendezvényen civil munkakörök közül is lehet választani, többek között karbantartó, festő, titkárnő, bérszámfejtő pozíciókra is keresik a leendő munkatársakat. Bár egyelőre enyhe telünk van, de a január-február még tartogathat hidegebb napokat, ezért nem árt odafigyelnünk az állatorvos intelmeire, amelyekkel kényelmesebbé tehetjük kis kedvenceink mindennapjait. Dr. Sumicki Gábort rendelőjében kerestük fel. A szentendrei állatorvostól megtudtuk, hogy az állat kora, fajtája, szőrtípusa vagy az aktuális egészségi állapota mind befolyásoló tényező abban, hogy jó döntést hozhassunk, kint vagy bent tartsuk-e a házi állatunkat. Van egy nagy testű kutyánk, ami télen-nyáron kint van, hosszú szőrű, dús szőrű. Igazából velük sok baj nincsen, hiszen a szőr az védi őt, illetőleg annyit kell csak tennünk, hogy azért néha ki kell fésülni ezt a hosszú szőrt, mert hogyha bejön egy ilyen nedves idő, akkor a szőrszálak összetapadhatnak, tehát összefécesednek, alatt a bőrgyulladás alakul ki, és pont akkor a szőr nem csinálja azt a funkciót, ami éppen védené a kutyusunkat. Ha kistermetű, sima szőrű, vagy kölyök kutyát szeretnénk kint tartani, akkor igenis van a gazdinak sok tennivalója. Hát egyrészt ugye ez a nagy kutyáknál is előfordul, tehát van, hogy
hogy a táplálékot ilyenkor megemelni egy picit, illetőleg olyan prémium tápot érdemes is szárazat adni, amiben ilyen kalóriadús. A száraz táp az azért jó, mert hogyha bejönnek, és most mondjuk a 5 fok alattiról vagy a mínuszokról beszélek, hogy nem fagy meg. Ha a gazdinak van ideje, és mégis nedves tápot szeretne neki adni, vagy sok helyen látom, hogy még főznek is nekik, akkor azt ellenőrizni kell, hogy az fogjon el, mert mit tudom, hogy fél óra múlva megfagy, és úgy eszi meg fagyottan a táplálékot, akkor az se a gyomornak, se az emésztőrendszernek hát nem jó. Úgyhogy erre akkor oda kell figyelni. A másik az ivóvíz, amire érdemes odafigyelni, hogy ne fagyjon be. Tehát ezt úgy lehet trükközni egy picit, hogy hozzáöntenek sokszor ilyen langyos vizet. Én még nem próbáltam ki, az egyik gazdi mondta, hogy ő bele szokott keverni egy kis olívaolajat, és akkor az is lassítja a befagyását, illetőleg ne a talajra tegyük, hanem akár egy deszkára, tehát ne a hideg talajjal érintkezzen a tál. Az állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a megfelelő hőmérsékletű és állagú táplálék, valamint a víz biztosítása mellett fontos, hogy jól válasszuk meg az ideális fekhelyet, vagy kutyák esetében az ólat. Ha esetleg fűthető kutyaházat veszünk, elegendő, ha csak néhány fokkal állítjuk be melegebbre a hőszabályzóját, mint a kinti hőmérséklet, javasolja a doktor úr. Fából legyen, szigetelt legyen, szintén ne a talajon álljon, hanem inkább megemelve. A legjobb egyébként nálam is így van, hogy ilyen raklapon van rajta, hogy a levegő alatt simán áramoljon. És lehet kapni ugye most már ilyen kutyafüggönyt, amit rá lehet tenni a bejárati ajtajára, vagy a bejáratra, és akkor az is egy picit bent tartja a meleget, mert ha benn van a kutyus is, akkor az ilyen kis mikroklíma alakul ki. Érdemes ilyenkor a méretet úgy nagyon óvatosan megválasztani, hiszen ilyenkor sokkal többet van bent kutyánk a kutyaolban, mint melegben, viszont ők is azért ugye el tudnak gémberedni. Tehát olyan kutyaolat érdemes ilyenkor választani, amiben fel tud állni, meg tud fordulni, tehát a másik oldalra le tud feküdni, tehát kicsit tudjon benne mozogni, mert nem biztos, hogy ki fog jönni, amíg ilyen hideg van. Az enyhe idő nem kíméli a felső légúti megbetegedésektől a négylábú társainkat sem. Ha köhög, hörög a kutyánk, feltétlenül forduljunk állatorvosunkhoz, tanácsolja a szakember, hiszen a ki nem kezelt betegségek súlyos szövődményekhez vezethetnek. Ebben az időben szintén ugye a kullancsok nem pusztultak el, tehát hogyha sétáltatás után érdemes jó áttapogatni kedvencünket, hogy nincs-e valahol kullancs, mert rengeteg fertőzés. Most már a kullancsoknak a 20-30%-a fertőz valamivel. A harmadik, meg azt szoktam még javasolni, hogy kinti kutyusoknál is, hogy érdemes minden nap legalább egyszer vagy kétszer a tappancsokat, meg a lábujjakat átnézni. De nem most arról beszélek, hogyha van fagy, vagy jég, vagy hó, hogyha oda belefagy a tappancs közé, ugye az a legérzékenyebb része a kutyánknak, akkor az érdemes úgy kipiszkálni, ugyanúgy a ujjak közül, de lehet kapni ilyen tappancs balzsamot, amivel érdemes akkor bekenni a kis párnákat, mert az védi a fagyástól. Ugyanúgy a másik legérzékenyebb részük az az orr, és akkor az orr tükröt is érdemes, van ilyen kenőcs, amivel be lehet kenni, hogy ne repedezzen szét a hidegben. Ha az ebb sétáltatáskor remeg, emelgeti a lábát, maga alá húzza a farkát, fejét leszegi, egyértelmű jelét adja annak, hogy fázik. Ekkor bátran terítsünk rá akár egy bélelt vagy vízlepergető bevonattal ellátott ruhát, használjuk a balzsamot a lábára, mondta a dr. Sumicki Gábor a kutyaruházattal kapcsolatosan. Felmerül a kérdés, vajon nem ártunk-e a kinti kutyáknak, ha beengedjük néha a lakásba? Akkor mutatja, hogy be akar jönni, ha nagyon fázik. Tehát akkor tényleg akkor ilyen mínusz 10-20 fokok is voltak azért régen, és hogyha egyszer a kutya egyszer csak megjelenik az ajtóban, vagy bejárati ajtón a házban, és akkor gazdi kinyitja az ajtót, akkor be kell engedni. Tehát akkor nem teszünk rosszabbat, mint hogyha most akkor is kimaradsz, mert hogy nehogy begyere a 20 fokba. Nyilván, hogyha van a lakásnak ilyen előszobája, vagy valamilyen olyan része, vagy garázs, ahol mondjuk csak ilyen plusz 10 fok van, nyilván az úgy jobb, mert akkor mégsem a 20 fokból fog kimenni, majd megint a mínusz 10-20 fokba, mert azért ez nagy hőingadozás. Arról is megkérdeztük Sumicki doktort, ideális-e az örökbefogadásra ez az időszak? Szerintem ez most egy ideális állapot, mert hogy nincsen túl hideg,
és ne is, ha bejön, és mondjuk kinti kutyában gondolkoznak, és majd jön a hideg, akkor azért így lassan-lassan hozzá tud szokni, hogy ha most még van még 5-10 fok, és akkor, hogyha bejön a mínusz 10 fok, ha nem egyik pillanatról a másikra, akkor hozzá tud szokni. Nyilván, ha egyik pillanatról a másikra bejön egy plusz 10 után egy mínusz 10, akkor mennyire lehet, akkor azért szintén olyan helyre be kéne tenni, akár garázs, előszoba, stb. De igazából az a jó, hogyha a gazdi mellett van. Tehát, hogyha én azt szoktam javasolni, hogyha egy új kutyus kerül a gazdihoz, ugye akkor szocializálódik a legjobban, ha minél többet vele van. Most a télen, hogyha nem gond, akkor persze jó, ha bent van a házban, és akkor a gazdi viszi ki sétáltatni. Ha ez nem megoldható, és rögtön mondjuk csak kint lehet a kutya, mert a kutyának kint a helye szlogen, akkor akkor azt mondom, inkább várják meg a tavaszt. Kora tavaszi időjárás ide, közelgőzi Mankó oda. A doktor úrral történt találkozásunk alkalmával levonható legfontosabb következtetés mégiscsak az, hogy kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Végül a várható időjárásról. Szerdán felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüthet a nap, ugyanakkor elszórtan záporok alakulhatnak ki, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Sokfelé erős, néhol viharos lesz a délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 5 és 14 fok között alakulhat. Adásunk végén legfőbb híreink még egyszer, röviden. A tankötelezettség megkezdésének halasztását január 18-áig kell kérelmezni az oktatási hivatalnál. A rendőrségi igazgatási központban 2023. február 9-én 10 és 14 óra között megrendezésre kerülő állásbőrzén az egyéni tájékoztatásadás mellett az egyes munkaköröket betöltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők. Bár egyelőre enyhetelődik, van, de a január-február még tartogathat hidegebb napokat, ezért nem árt odafigyelnünk az állatorvos intelmeire, amelyekkel kényelmesebbé tehetjük kis kedvenceink mindennapjait. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Sportkorzó című magazinműsorunk, melyben összefoglalót láthatnak a Szentendrei kosárlabda ese U11-es csapatának edzéséről. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!